Aki rátok néz, annak egyértelmű a kapcsolat, a szépség, a divat és köztetek. Hadd kérdezzek először téged, Anna Mária, hogy a te életedben honnan jött ez a kapcsolódás, és hogy lett ebből végül, hogy mondjam, hivatás? Hivatás. Igazából gyerekkorom óta, vagy hát gyerekkori álmom volt, hogy modellként dolgozzak, vagy divattervezőként. 16 éves koromban el is indultam bejárni a nagyvilágot, és nemzetközi modellként dolgoztam. Tehát modellkedés, annak ugye, ha jól értem, akkor a legmagasabb szintje, hát azért nagyon sokan ismernek téged a divatvilágából is, és akkor utána úgy gondoltad, hogy akkor a divat megvalósítása, vagy annak a formálása lehet a következő lépés, ugye? Igazából igen, ez egy folyamat volt, tehát hogy azért 25 évet töltöttem a kifutókon, mint a Nárai Tamás vezető modelljeként dolgoztam, illetve Párizsban a Christian Dior cégnek dolgoztam a divatbemutatóin, illetve több nívós nagy tervezőnek, és 2011-ben költöztem vissza Budapestre, amikor úgy gondoltam, hogy most már a modellkedés véges, lehet, hogy el kéne kezdeni gondolkodni valami másban. És leszerződtetett egy divatügynökség, ahol a tulajdonosnak a jobb kezeként, mint asszisztense dolgoztam 3 éven keresztül. Ott így beleláttam a gyártásba, a szabás, mint ahogyan készülnek maguk ugye a termékek, maguk a ruhadarabok. Természetesen azért a 25 év megalapozta, hogy milyen anyagokat, hogyan, mivel varrunk össze, mi az, ami szép együtt, tehát volt egy szép érzékem. És utána ott eljöttem, és egy másik híres magyar férfi cégnek lettem a marketing vezetője, ahol így a brandépítés volt inkább a tanulási fázis. Aztán édesanyám betegsége során anyu 2016-ban lett nagyon beteg, és vele ültem így a kórházba, és egyszer csak jött két orvos, és így beugrott az ötlet, és soha nem is volt kérdés, hogy orvosi ruhákat fogok készíteni. Hát a munkaruha az ugye egy különleges terület, hogy ott milyen fő szempontok vannak, nyilván a kényelem, aztán egészségügyi, szakmai szempontok, de nyilván a szépség is. Hogy lehet ezeket összeegyeztetni? Ez is egy hosszú folyamat volt, mire kitapasztaltuk, ugye. Ami szép, az sose kényelmes. Ami kényelmes, az sose szép. Tehát, hogy a kettőt összeötvözni, ez azért egy 6 év távlatában tapasztalatok, visszajelzések alapján így forrotta ki magát. Magas hőfokon moshatóság nyilván, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye fertőtlenítve legyenek ezek a termékek, meg ha rámegy bármilyen vér, akkor is ugye ki lehessen mosni. Illetve pedig ezek nagyon strapabíró anyagok, ezáltal nekem a minőség egy nagyon fontos dolog volt, így olasz alapanyagokat használunk mindenhez, ami kimondottan egy prémium kategória, és így a termékeket is úgy formáztuk, hogy azért legyen benne kényelmi bőség, nyilván, hogyha az ember előre hajol, akkor, mert a munkában azért az fontos, hogy ne egy, lehet, hogy csinos és szép, de ha nem tudsz benne megmozdulni, azért az úgy nem olyan jó. Úgyhogy most már próbáljuk úgy fejleszgetni a céget, hogy kicsit olyan, ami csinos is, de kényelmesebb, vagy elasztikusabb, vagy újabb anyagok, csak ugye az elasztikus anyag az nem mindig magas hőfokon mosható. Tehát, hogy ezek nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. És akkor egy másik, talán nem is szempont, hanem inkább nézőpont, az a megrendelő oldala. Viktória, itt a Golden Palace Göd prémium nyugdíjas házban hol lehet a helye egy ilyen munkaruha kollekciónak, és a te szempontodból mik a legfontosabb elemei ennek? Azt gondoltuk, amikor neki futottunk a munkaruha kérdésnek, hogy kicsit átívelve a történelmen nem csak egy egységes arculatot szerettünk volna képviselni és mutatni, hanem valóban ugyanilyen fontos volt az, hogy különleges legyen, és a különlegessége mellett szolgálja nem csak az itt lakók élményét, hiszen esztétikai élmény, hanem a munkavállalóink élményét is, hiszen 8-10-12 órát töltenek ebben a ruhában, ezért fontos, hogy ez nekik is tetsző legyen, kényelmes legyen, és
valóban, amit Anna Mari is említett, a praktikum, hiszen aki ebben a szakmában dolgozik, az tudja, hogy a személyes közreműködéssel való segítségnyújtás, az bizony fizikai munkát is jelent nem egyszer. És ha ebben a fizikai munkában az ember korlátozva van, akkor nem tudja azt a munkát jól csinálni. És azt gondolom, hogy például egy beteg mozgatásnál, egy beteg emelésnél nagyon fontos, hogy a segítő a megfelelő mozdulatot tudja elvégezni, ez viszont fontos, hogy olyan ruha legyen rajta, hogy valóban meg tudja azt a feladatot csinálni. És ezért különlegeset szerettünk volna, és én azt gondolom, hogy találtunk is különlegeset, és még egy picit hadd mondjam el, hogy amikor mi először felvettük Anna Máriával a kapcsolatot, akkor számomra az egy nagyon nagy élmény volt, hogy kértem a kollégáimat, hogy próbálják megbeszélni, hogy másnap délben találkozunk, mert hogy hát szeretjük úgy ütni a vasat, amíg meleg, és akkor ez így történt, hogy másnap délben találkoztunk, és akkor Anna Mari megjelent nálunk, egy körülbelül 100 darabos kollekcióval mondhatom el, igen, és akkor így, hú, hát ebből nehéz lesz választani, mert hogy tényleg mindegyik különbséget mutatott, és mindegyik gyönyörű volt, de aztán szűkítettük a kört, és végül azt gondolom, hogy megtaláltuk azokat a darabokat, amelyek kapcsán a kollégáim már most visszajelezték, hogy gyönyörűek és imádni fogják. Ezután kiválasztottuk a színt, és akkor, ami még nagyon számunkra nagyon fontos volt, és nagyon jó érzés, hogy azt a lehetőséget is megkaptuk, hogyha valakire esetleg a standard forma nem jó, akkor egyéni igazításra van lehetőség, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, hiszen a praktikum és a használhatóság szempontjából ez elengedhetetlen fontosságú. Az egészségügyben férfi és női munkavállalók is vannak, mindenkinek van megfelelő kollekció? Most már közel 150 féle termékünk van, de egyébként nem csak azokat gyártjuk, nyilván ez egy termékpaletta, de ha van egy egyedi kérés, akkor természetesen annak is eleget teszünk. Ha a hatását nézzük egy szép, divatos, elegáns munkaruhának az egészségügyben, akkor a saját tapasztalatodból ennek milyen lelki hatásai lehetnek? Azt gondolom, hogy kiemelkedő lelki hatása van, nem csak a viselőjének, hanem annak is, aki találkozik a viselőjével, hiszen ahogy Anna Mari is az imént említette, hogy neki is milyen impresszív élmény volt ez, amikor a kórházban jött egy orvos vagy egy nővér, és nem feltétlenül képviselte azt a stílust az öltözködésében, ami mondjuk azt kell mondjam, hogy még a gyógyuláshoz is hozzájárulhat. Persze én is tudom, hogy a gyógyító eljárásokban nem a ruha a legfontosabb, de mégis nagyon fontos, hogy amikor az ember betegen fekszik egy ágyban és kiszolgáltatott, akkor az, aki segítséget nyújt számára, az azon kívül, hogy nyilván szakmailag felkészült legyen és emberséges és kedves, amellett, ha egy nagyon esztétikus külseje van, azt gondolom, hogy ez így globálisan segítheti az ő gyógyulását. És nyilván én magam is időt, jó néhány évet eltöltöttem az egészségügyben, a szociális szférában. Ez mindig egy sarkalatos kérdés volt, ez a munkaruha, de azért arra emlékszem, hogy annak idején nekünk az egészségügyi középiskolában bizony egy ilyen lábszár középigérő kismama cipőt kellett viselnünk, és egy hosszú köpenyt, ami derékban meg volt kötve, és természetesen a keményített fityulára is emlékszem, ami akkoriban egy nagyon elfogadott munkaruha volt a nővérek körében. Én most nagyon örülök, hogy ennek eljött a napja, és mostantól mi is viselhetjük azt Illeni Med által készített ruhákat. A divattervezés világában azt szokták mondani, hogy nincs határ, a képzelet szárnyalhat. A munkaruhatervezésnél mondjuk vannak kizárt színek, amik nem jöhetnek szóba. Nekem pont ez volt a lényeg, hogy ugye a szokványos zöld, fehér és kék szín volt, amit régen általában használtak, hogy egy picit legyen színesebb. Tehát az az igazság, hogy nálunk rengetegféle színből lehet választani, és néha ez a bőség zavara, ez így nehezíti a folyamatokat is, de egyébként pont az a lényeg, hogy a megrendelő stílusára alakítjuk ezeket a termékeket. Tehát, hogyha mondjuk az arculat bézs vagy barna, akkor nyilván oda arany, bézs, fehér színeket használunk. Elárulhatjuk, hogy itt a Golden Palace Göd lakói számára, illetve az itt dolgozók számára melyik színt választottatok? Igen, a bézs és a fehér színek dominálnak, különböző formákban összerakva, és akkor ehhez egy gyönyörű aranyszínű hímzéssel vannak megkoronázva ezek a munkaruha. Meg a kellékek kiegészítők, igen, kis aranyaggombok. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, nézzük meg. Meg is mutatjuk.